Japán akác virágpora borítja a Dózsa György utca számos pontját Nyíregyházán, ami az arra érzékenyek számára asztmatikus tüneteket okozhat. Júliusban egyebek mellett a fenyőfélék, a hársfélék és a pázsitfélék egyszerre szórják pollenjeiket a levegőbe, amire sokak szervezete reagál úgy, mintha valamilyen kórokozóval állna szemben. A Nemzeti Népegészségügyi Központ adatai szerint hazánkban 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. Jellemzően ugye ilyen szemviszketés, orviszketés, garatviszketés szokott jelentkezni, tüsszögés, orfolyás, ami akár nagyon kellemetlen mértéket is ölthet. Ilyenkor mindenképpen érdemes ugye elmenni a háziorvoshoz a rendelőbe, és akkor orsprékkel, szemcseppekkel, különféle ilyen antihisztamin készítményekkel, tablettákkal azért általában ezek a tünetek jól uralhatóak. Az allergiások csaknem fele a virágporra, tehát a pollenre érzékeny, ezek közül első helyen áll a rendkívül erősen allergizáló pollent termelő parlagfű. Ezért is különösen fontos az udvarokban, útszéleken, árokpartokon a fűnyírás, kaszálás, mivel így csökkenthető a pázsit fűfélék pollen mennyisége. A szakember szerint az orvosi készítmények mellett más módokon is harcolhatunk az allergiás tünetek ellen. Azokon a területeken, ahol nagyon magas a pollen koncentráció, azért meglehetősen beszűkültek a lehetőségek. Leginkább az, hogy szellőztetni hajnalba szellőztessünk, illetve a kinti tevékenységeket is az ilyen hajnali időszakra próbáljuk megtenni. Valamint hát az a jó, hogyha mondjuk a háztartást fel lehet szerelni valamiféle ilyen pollen szűrős, ilyen légtisztító rendszerrel, mert akkor az legalább a házon belül a pollen koncentrációt nagy mértékben tudja csökkenteni. Illetve hát aki megteheti, az akár elutazhat olyan helyre, ahol a pollen koncentráció alacsonyabb, jellemzően ugye az ilyen, inkább ilyen magasabb hegyvidékeket jelent. Bár a pesszimista jóslatok szerint csak kétféle ember van, aki már allergiás és aki még nem allergiás, a kutatások szerint magát az allergiát nem, csak a hajlamot lehet örökölni. Ezért főként rajtunk múlik, mennyit vagyunk képesek tenni az egészségünk érdekében. A szakemberek szerint érdemes allergiateszteket készíteni, akár amiatt is, hogy ne ültessünk a kertünkbe olyan növényt, amely később allergiás tüneteket okozhat.